ma este egy különleges esemény részesei lehettek. Az InfoMusic csapata, mi hárman vagyunk, Kovács Gergő, Bolcsó Bálint és jó magam. Egyszerűen az adatok őrültjei vagyunk, szeretünk játszani velük. Az InfoMusicnak ez a lényege röviden, hogy azt gondoljuk, hogy érdekes zenéket, vagy vicces zenéket, vagy számunkra élvezetes zenéket lehet generálni olyan adatokból, amiknek eredetileg semmi közük a zenéhez. Ugye a K-Monitor egy korrupció ellenes civil szervezet, és ennek kapcsán foglalkozunk természetesen közbeszerzésekkel, ami az egyik legnagyobb ilyen korrupciós forrás, nem csak Magyarországon, hanem általában. Csináltunk ugyan alkalmazást, ami abban segít algoritmusokkal, hogy az Európai Uniónak a közbeszerzési értesítőjében megjelenő hirdetményeket minden reggel átfutja, és ilyen pici zászlókat tesz oda, ahol úgy látja, hogy valamilyen kockázat van. És ezt azért fejlesztettük, hogy mondjuk újságíróknak könnyebb legyen ezeket a naponta száz számra megjelenő közbeszerzéseket vizsgálni, ellenőrizni. Ahogy az Ernő mondta, nagyon szeretjük az adatokat a K-Monitornál, és azért gondolkodtunk rajta, hogy mit lehetne azon túl, hogy ahogy amúgy használjuk ezeket az adatokat, még ezekből kihozni, és gondolkodtunk rá, hogy mi lenne, hogyha hangokká valahogy átalakítanak, hogy hallgassuk meg, hogy hogy szól egy korrupt közbeszerzés, vagy egy nagyon furcsa közbeszerzés.